Nem sokkal a kettős gyilkosság előtt vásárolt vadászfegyvert a szegedi gyógyszerész. A férfi a lakásában rontott a fiatal párra, mind a kettőjüket lelőtte, a nőt meg is erőszakolta. A könyörtelen gyilkosság azért is nagyon sokkoló, mert a gyógyszerész legalább egy hónapja tervezgette a támadást, úgy sejtik, beteges féltékenység váltotta ki partalan dühét, pedig soha semmilyen érzelmi kapcsolata nem volt áldozatával. Soha senki nem fogja tudni megmondani, mi járt a szegedi gyógyszerész fejében, amikor meggyilkolt egy fiatal párt. Az okokról legfeljebb találgatni lehet. Ezt tesszük most mi is. Először a tények, amiket tudunk. Múlt vasárnap este felé őrjöngő sikoltozásra rohantak össze a lakók Szeged belvárosában, ebben a Petőfi Sándor sugárúti társasházban. Ekkor találtak rá a látogatóba érkező szülők halott lányukra és annak párjára a lakásukban. Kettő lövés dördült el a helyszínen az elkövetőtől, az elkövető puskájából. Mindkét áldozat egy-egy lövést kapott. Magyarországon az emberek nincsenek lövéshanghoz szokva, mondja a nyomozást vezető Nádasdy alezredes. Ezért derült fény csak vasárnap a bűncselekményre, pedig előző nap többen is hallották a lövéseket, de volt, aki azt hitte a tévé szól, más betudta az egyik lakásban zajló felújítás zajának. A nyomozók nagy erőkkel keresték a tettest, alig pár órával később elfogató parancsot adtak ki egy szintén fiatal férfira, dr. V. Dánielre. Felmerült, hogy ő egy ilyen zaklató barát, aki nem is barát, hanem ő régóta zaklatja az áldozat hölgyet. A másik az, hogy viszonylag hamar kiderült, hogy ő egyrészt szerzett vadászfegyvert, és ugye már látszott, hogy az elkövetés az ugye lövések által történt, illetve az is kiderült egy pár órán belül, hogy ő a földszinten lakásbérelt. A 28 éves szegedi férfi itt a Tudomány Egyetem gyógyszerészeti karán szúrta ki magának későbbi áldozatát, a 24 éves Házóét, akit még évekkel tanulmányai befejezése után is próbált megkörnyékezni. Találkozásokra próbálta rábírni, próbálta különböző ajándékokkal bombázni, de az áldozat részéről még talán a baráti kapcsolata sem volt fogadó, később többre pedig pláne nem. A szülők az RTL Klubnak adott interjújukban megerősítették, hogy semmilyen kapcsolat nem volt lányuk és dr. V. Dániel között. Sőt, Zoét kifejezetten riasztotta a férfi rámenőssége, ezért még barátkozni sem akart vele. A későbbi gyilkos gyógyszerészként ebben a szegedi patikában dolgozott. Felmerült a gyanú, hogy visszaélve hivatásával a lány személyes adatai után is kutakodott. Nem kizárt, hogy dr. V. Dániel így tudta meg, hogy Zoé mikor kapja a koronavírus elleni oltását. Annyi bizonyos, hogy ugyanabban az időpontban ő is megjelent az oltóponton. A fiatal nőt párja Tamás is elkísérte, akivel nem sokkal korábban jött össze. Meglátta őket, odalépett, és amikor beszélgettek, az elkövetőnek akkor tudatosult, hogy az áldozat hölgynek fogja a kezét a mellette lévő úr. És akkor volt ebből egy ilyen, nem is vita, hanem egy ilyen beszélgetés, hogy picit majdnem én kérdőre vontam. A szülők azt mondják, a gyógyszerész hisztérikusan reagált a szituációra, és irracionális módon számon kérte a páron, miért nem tudatták vele a kapcsolatukat. Ez a gyilkosság előtt egy hónappal történt. A rendőrség szerint ezután kezdett felkészülni szörnyű tervére. Söpör mindent. Az ilyen viselkedés narcisztikus sérülékenységre utal, mondja Komóci Mihály, igazságügyi pszichológus szakértő. Az egocentrikus személy empátiája nem működik, csak a saját vágyaira, céljaira fókuszál, szeret idealizálni, de egyáltalán nem látja, hogy a másik ember mást akar. Hasonló, mint amikor üvölt a csecsemő. Nem egyszerűen sír, hanem üvölt a csecsemő. És látunk csecsemőt, hogy vöröslik a feje, izzad, ökölbe szorítja a kezét, és telitorokból üvölt. Hát ezt így kell elképzelni jó pár évvel később, úgy 28 évvel később. Ott is irgalmatlan dű, egy hiányállapot, kielégületlen szükségletek, és elindul egy partalan dű reakció. A rendőrök kiderítették, hogy a gyógyszerész már tavaly belekezdett fegyverviselési engedélye megszerzésébe, amit a végzetes nap előtt nem sokkal kapott kézhez, vagyis ez még nem köthető a gyilkossághoz.
Az viszont már előkészületre utalhat, hogy azonnal vett is egy nagyvadra való golyós puskát, amire a vadászok azt mondják, hogy mindent visz. Ezzel ölte meg az áldozatokat. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha valaki sikeresen elvégez egy nehéz egyetemet, jó intellektusú, magas státuszú, akkor az élete minden területén jól működik. Ez egyáltalán nincs így, mondja az igazságügyi szakértő. Dr. V. Dániel párkapcsolati téren nem működött normálisan, de ezt egy fegyveralkalmassági teszt nem képes kiszűrni. Talán sose ölt volna a férfi, ha nem találkozik valakivel, aki valamit bekattint a fejében. Kalkuláljuk egy viselkedésnek a bekövetkeztét, nem gondoljuk arról az emberről, akivel addig egyetemre jártam, akit ismertem, láttam minden nap, hogy ő egy gyilkos. Számon kért, így beszélt velem is, hogy egy gyilkos. Ezt nem gondoljuk, nem mérlegeljük. A Dr. V-ben élő valósághoz nem sok köze volt áldozatainak. Ki tudja, miért bérelt lakást Házoé házában, közvetlenül a nő otthona alatt, miközben volt saját ingatlana. A gyógyszerész épp a gyilkosság napján kapta meg a kulcsokat, következő útja pedig a fiatal nőhöz és párjához vezetett. A lakás ajtón, az áron, illetve az ajtó táblán semmilyen feszegetési nyom, semmilyen rongálás nem volt, ezért csak rekonstruálni, feltételezni tudjuk, hogy ő bekopogott, és aztán a bent lévő, vagy a hölgy, vagy az úr jószemélyen szegény kinyitotta az elkövetőnek az ajtót, és ezután történt a bűncselekmény. Hiába észlelte a kiszemelt nő, hogy zaklatják, nem sok esélye volt, állítja Komóci Mihály. Ha nem a nyitott ajtón, akkor máskor vagy másképp tört volna rá a férfi gyilkos indulatában. Hogy beszéltek-e, vagy azonnal lőtt a gyógyszerész, már nem tudjuk meg. Tamás azonnal meghalt. Zoét megsebesítette, aztán elszabadult a pokol. Sosem fog kiderülni, hogy tervezte-e, de tomboló indulatában, a felfokozott adrenalintól tudatszűkült állapotában dr. V. Dániel megerőszakolta a nőt. Áldozata közben halt meg. A szakértő szerint az aktus nem a kéről, hanem a birtoklásról, a leuralásról szólt. Riasztás utáni képek. Pattanásig feszült helyzet, lövésre kész fegyveresek mozdulatlanul figyelik a házat, bárhonnan támadhat a tettes. Hajtóvadászat indul a gyilkos után, kérik, hogy senki se próbáljon az útjába állni. A rendőrségi helikopterek 115 kilométerrel odébb Gyula mellett a körösparti üdülőtelepen szanazukban szúrják ki a levegőből a tettes autóját. Dr. V. Dániel ekkorra már öngyilkos lett. Búcsúlevelet hagyott családjának, információk szerint bocsánatot kért tőlük, de semmit nem bánt meg. A pszichológus szakértő szerint a gyógyszerész nem érzett bűntudatot. Elérte, amit akart. Bosszút állt sérelmeiért, és neve, története végleg összefort imádata tárgyával. Egyesültek az örökké valóságban. Tehát ez egy sajátos, transzcendentális logika jellemző ezekre az emberekre. Tehát, hogy ők az örökké valóságban egyesülnek. Hogy Dr. V. tervezte-e az öngyilkosságot, vagy a hosszú autóúton döntötte el, ki tudja. Ő is felfogja, hogy két embert megölni, az egy olyan társadalmi tabu átlépése, egy olyan nagyon komoly büntény, ami után egészen biztos, hogy belegondol, hogy mi az, ami vár rá. A nyomozás még nem zárult le, több emberen előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölésért, akár örök börtön várt volna a szegedi gyógyszerészre.